Műsorunk támogatója a Hargita népe. Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Önök egy újabb aktuálist látnak. A mai adásban folytatjuk azt a sorozatot, amelyben elkezdtük Hargita megye tanácsának a pályázati kiírásait ismertetni. Köszöntöm a stúdióban Márton Istvánt, Hargita megye tanácsa vidékfejlesztési egyesületének az igazgatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a nézőket, és mindenkinek egy szép napot kívánok! Igazgató úr, mint minden évben önöknél is vannak már kiírások, illetve még lesznek pályázati kiírások. Kinek főleg és milyen típusú kiírások? Hát az első vonalban azokat az egyesületeket, az egyesületeknek hirdettük meg a kiírásokat, akik most Szent György napja körül, vagy május első dekádjában kiállításokat akarnak szervezni, hogy ezeket tudjuk már támogatni a kiállítások megszervezésében. Most következik, ma hónap meghirdessük az összes pályázatainkat, amik gazdatámogatás, gazdaszony támogatások, meg egyéb támogatások, és engedelmükkel akkor felsorolnám, hogy mik azok a pályázatok, amik ezután hirdetődnek meg, és a 2017-es programunkban a Vidékfejlesztési Egyesületnek benne vannak, és pénz is van rendelve melléjük. Gazda egyesületek és a kiállítások szervezését 119 ezer lejjel támogassuk, tehát ez a keret. A szarvasmarha egyesületeket, juhtenyésztő egyesületeket támogassuk 90 ezer lejjel, itt gondolok hűtőtankok vásárlására, tejanalizátorok, meg tejprogramok beszerzésére. Zöldség, gyümölcs, feldolgozókat, hiszen a gazdaszonyok működtetnek Hargita megye 6 településében ilyen gyümölcsfeldolgozókat, és más berendezéseket, ezt 50 ezer lejjel támogassuk. Vidékfejlesztési Egyesület két pályázatot tett le, uniós pályázatot, amire 228 ezer lejt különítettünk el, aminek még az eredményét nem tudjuk. Ha szerencsések leszünk, és jól bírálják el ezeket a pályázatokat, akkor közvetlen a gazdák és a gazda egyesületek fogják élvezni ennek a pályázatoknak a hatását. Azon kívül megemeltük ebben az évben a kiskertészek támogatására szóló összeget 43 ezer lejre, ezt azzal a céllal elsősorban, hogy több, nagyobb méretűre gondoltuk, és be is vált az, hogy ebben az évben 750 kisiskolás adott le egyénienként, nem pályázatot, hanem részvételét jelezte a programra, és 18 osztály. És ezeknek mind ugye díjmentesen vetőmagot vásároltunk, ki is osztottuk, és a díjazásnál a múlt évben is emelt díjazás volt, de most még ebben az évben még a múlt évre rátettünk majdnem egy ugyanakkora összeget, tehát a kisiskolások, akik részt vesznek a kiskertész programban, egy elég gazdag ajándékba, díjazásba fognak részesülni, és több gyereket szeretnénk, hogy díjazódjanak. A székelytermék mozgalom keretében az új átszervezés alkalmával, ugye az Agrárkamara megszűntével átvettük az Agrárkamarától a Székelytermék odaítélő bizottságnak a működtetését, és itt elé irányoztunk egy bizonyos összeget, akkor ebben az évben újra a mintagazda programot újraindítsuk, mert volt
két év kimaradás, és úgy láttuk, hogy érdeklődés is van, meg szükséges, hogy a jó példákat népszerűsítsük, akár a stúdión keresztül is, ugye, meg ösztönözzük a gazdákat, hogy minél többen jelentkezzenek erre a programra, és itt ugye diazásról van szó térségenként, és reméljük, hogy minél több gazda fog jelentkezni. Ugyancsak összeget különítettünk el, és benne van a programban a Harghita megyei értéktár működtetését, az értéktár bizottság működtetését, és az anyagi költségek fedezésére. Ugyanakkor nem direkt támogatás, egy felmérés van most folyamatban, hiszen egy céget fogadtunk fel, aki felméri az egész megyében, sőt, ha szükség, akkor az egész Székelyföldre ki fogjuk terjeszteni a mezőgazdasági szakoktatás és azoknak az iskoláknak, intézményeknek, ahol szakmunkásképzés és szakliceum van, a tangazdaságoknak egy felmérés, hogy legalább 5-10 évre előre lássuk, hogy hány gyerekre számíthatunk, akár a megyében, vagy akár Székelyföldön, akik távlatba úgy lássák, hogy mezőgazdasági szakot akarnak végezni, akár szakmunkás képzés, akár szakliceumban részt akarnak venni, mert egyik prioritás programunk és a megyei tanácsnak is egy kiemelt programja a tangazdaságok létrehozása a szakliceumok mellett, mert ennélkül nincs valóságos, duális, modern, szóval élve képzés. És ez egy prioritásunk nekünk. Akkor ugyancsak az agrárportált akarunk indítani, arra is összeget különítettünk el. Egy telje bevizsgáló laboratóriumban szeretnénk támogatást adni, ha egyesületi szinten vagy szövetkezeti szinten létrejönne, és el van indítva egy pályázatnak a letétele, és itt az önrészbe szeretnénk besegíteni, hogy a gazdák ne kelljen az egész megyéből Udvarhelyig menjenek, mert most kötelezi ugye az állategészségügy, és az ápia kifizetéseknél is szükséges havonta egyszer a tejet bevizsgáltatni, és erre ezt is ugyancsak prioritásként kezeljük. A vadkárok megelőzésére ugyancsak 16 ezer lej különítettünk el, ezt olyan céllal, hogy különböző anyagokat, plakátokat, szórólapokat fogunk kinyomtatni, hogy a gazdáknak, akár állattartóknak, akár növénytermesztőknek tudomására hozzuk, és felhívjuk a figyelmet, hogy mire vigyázzanak, mi az ő kötelességük, hogy ha kár van, vadkár van, akkor kapják meg akár a Vadász Egyesületek részéről, vagy a Környezetvédelmi Minisztériumtól a szigorúan védett vadak által okozott kár megtérítését. Egy utolsó dolog, amire ugyancsak gondolunk és elkülönítettünk 30 ezer lejt, hogy az oltalom alatt álló termékeket levédjük, megnézzük, hogy a megyében hol vannak azok a termelők, akiknek olyan termékük van, hogy feltétlenül szükségesé válik, hogy ezeket a termékeket levédessük idejében, és ugyancsak ebbe a kapitulusba tartozik a hagyományosan garantált és különleges termékek levédése. Itt vannak a megyében olyan termékek, ugye, amik
Székelytermék védjegyet megkaptánk, de érdemesnek tartsuk, hogy uniós védettséget is élvezzenek ezek a termékek. Ezekre a témákra részletesen is szeretném, hogyha egy kicsit kitérnénk, amennyi időnk van rá, de előtte az lenne a kérdésem, hogy mennyire tanulták meg, vagy mennyire értették meg a gazdák azt, hogy szövetkezniük kell, vagy egyesületbe, vagy szövetkezetbe, ahhoz, hogy tudjanak pályázni, és hogyha tudnak pályázni, akkor az ilyen közös konyhák például jól működnek-e, tudják-e közösen használni? Hát ugye ez egy olyan dolog, éppen tegnap olvastam valakinek a cikkét, egy folyóiratban, nem említem meg a nevét, hogy na, nem akarok ebből különösebb vitát kialakítani, de most is vannak emberek, akik úgy vélik, hogy a székely ember ugye a múlt rendszerből megtanulta, hogy nem jó a közösségben dolgozni. Hát én ezt ellenzem, ezt a felfogást, mert nem arról van szó. Tulajdonképpen ami gátolja most ebben a pillanatban a szövetkezést, az egyesülést, az a tőkehiány, a pénzhiány. Mert ugye, amikor létrehozódik, és erre példa van a Keresztúri térségben, a Szépvízen, a Gyímes középlokon, Székelypálfalván, Csomafalván, hogy amikor nem elég, hogy bejegyeztetni egy szövetkezetet, vagy egy egyesületet, ugye azt működtetni kell. Ott fejlesztésekről van szó, azért szövetkeznek, hogy valamit közösen megvalósítsanak. Az én felfogásomban, és nem csak az enyémben, hogy az egész megyei tanácsban, akik mezőgazdasággal ugye foglalkoznak, az arról szól, hogy nem a termelésben szövetkezzünk, hanem a feldolgozásban és az értékesítésben. És ez nem jelent kollektívet, ugye? Mert ott a termelésben is jó, hogy erőltetett szövetkezés volt, ugye, de az nem működött, és nem működik jelen pillanatban sehol a világon. Most is erőltetik, sajnos itt van erre román kormányrendelet is, hogy milyen támogatást adnak azoknak a szövetkezeteknek, amelyek a termelésben is társulnak. Tehát ez az én tudásom és tapasztalatom szerint nem fog működni. Működik az, hogy a feldolgozás, közös feldolgozás és közös értékesítés. Na, inkább az én tapasztalatom szerint az utóbbi 8-10 év tapasztalata azt mondja, hogy ha nem kell befizessenek az alaptőkében nagy összegeket, tehát nagyobb összegeket, akkor szívesen vállalják akár az egyesülést is, és akár az egyesületet is, és akár a szövetkezetek létrehozását is. Ha figyelemben vesszük azt, hogy a mi nyilvántartásunk és adatbázisunk szerint a megyei Szarvasmarha Egyesületnek 84 területi egyesülete van a megyéből. Ez egy elég nagy szám, ez elég nagy szám, és ezen kívül még van 13 szövetkezet. Tehát ha csak nem veszem én figyelemben azokat a szövetkezéseket, egyesületeket, amelyek nem a megyei Szarvasmarha Egyesület, nem a megyei Méhész Egyesület, nem a mangalicások, a pékek, a húsfeldolgozók, a sajtosok egyesületei, ezt, ha én mind összeszámolom, és a 84-et hozzáadom, akkor ott valahol 120-130 egyesület és szövetkezet működik a megyében. Tehát nem arról van szó, hogy az emberek ezt nem akarják, hanem a tőkehiány, a pénzhiány sokszor közbejátszik, ugye, hogy nem tudnak olyan fejlesztéseket elindítani, amit a gazdák, a termelők elvárnának. És akkor itt következnek a gondok, ugye, mert az a szövetkezet, amelyik bankhitelhez folyamodott, az nehezen tudja kidolgozni, kitermelni, hogy a törlesztés is, meg a magas bankkamatokat tudja fizetni. Tehát valahol itt vannak a vajok, van arra igény, hogy szövetkezzenek, mert rájöttek az emberek, hogy csak egyedül nem tudnak érvényesülni. Sem a feldolgozásban, és sem az értékesítésben. Nem, én most nem akarok arról beszélni, ugye, hogy a megyében van 150-160 olyan termelő,
aki részt vesz a havi vásárokon, itt Csíkban, Udvarhelyen, Gyergyóban, Bukarestben, és elmennek Magyarországra is, vagy elmennek most például jövő héten utazik két székely termék és Angliába kiállításra. Van az a csapat, ez a 160 termelőre gondolok én, akik annélkül, hogy különösebben szövetkeztek volna, ha bár az egyesületeken keresztül, ha csak a sajtosokról, a székely sajtkészítők kézműves egyesületére gondolok, kaptak két-három alkalommal támogatást a vidékfejlesztési egyesületen keresztül, hogy kurzusokat végezzenek, tehát egy hetes, hat hónapos tejfeldolgozó kurzusokat végeztek, ezt mind a Hargita megyei tanács és a vidékfejlesztési egyesületen keresztül kapták ezeket a támogatásokat eszközök beszerzésére. Azon kívül tanulmányutakot szerveztünk, ugye nem egyszer Magyarország, Ausztria, Franciaország, Olaszországban, ahol mind tanultak, és az eredménye az most látszik, mert a vásárokon lássuk, hogy egyre több jó minőségű termékkel jelennek meg a piacon, és most már egyre jobban konkurálni tudnak a nagy feldolgozókkal is. És mennyire látszik az, hogy ebben az összefogásban vagy együttműködésben részt vesznek az önkormányzati vezetők, vagy a közbirtokosság? Mert például, ahol ad egy helyiséget a közbirtokosság, hogy tudjon működni egy ilyen konyha, ott egyértelmű, hogy sokkal könnyebb. De látszik egy ilyen típusú akarat, szándék? Hát látszik, sajnos nagyon kevés település esetében. Mert ott, ahol előrelépés történt, azon a településen, ahol tájfeldolgozó működik, ott, ahol egy tájbegyűjtőt, egyesületi tájbegyűjtőt hoztak létre, az önkormányzat adott helységet, a közbirtokosság az egyesület helyett vagy nevében befizette az önrészt, ugye? Mert mi 49%-kal támogatunk minden ilyen beruházást, és 51% önrészt mellé el kell tenni, ugye? És van egy jó pár közbirtokosság, itt gondolok, és azt hiszem nem sértek meg senkit, hogyha meg is említem azokat a közbirtokosságok, ott a Vacsárcsi közbirtokosság, a Szépvízi, Borzsovai, Szentmiklósi közbirtokosság, akkor az Etelaki közbirtokosság, és a keresztúri tájgyárnál, akik a gazdák helyet befizettek, ott is sorolhatnám a Kápolnás falusit, a Dájait, nem, Dájai közbirtokosság, igen, a Székely-Dézsi közbirtokosság, akik elég jó összegeket betettek a keresztúri tájszövetkezetben a gazdák nevében. Vannak önkormányzatok, a Csomafalvi önkormányzat, aki komolyan támogatta a gazdasszonyok konyhájának a létrejöttét, ugye helységet adott, besegített annak az épületnek a modernizálásában. Tavaly ősszel, de nem is, 2015 őszén adódott által ez a gazdasszony konyha. Akkor Oroszhegyi önkormányzat, a Szépvízi önkormányzat, ugyancsak Vacsárcsit említettem, de megemlíthetném, mert a Vacsárcsi közbirtokosság az, aki a legjobban az egész megyébe hozzájárult ahhoz, hogy a településen létrejön egy tejbegyűjtő, és utána a gazdasszonyoknak egy gyümölcsfeldolgozó konyha. Ez sehol nem történt meg a megyébe, csak Vacsárcsiban, hogy a Szarvasmarha Egyesületet is támogatták ebbe, a közbirtokosság és a gazdaszonkonyha létrejöttét is. Vannak önkormányzatok, most már beindult, Karcfalva, Jenőfalva, Szent Tamáson is, de ott még Sántit a dolog. A Szentdomokosi, most újabban a Szentdomokosi önkormányzat akar vágóhidat meg húsfeldolgozót létrehozni a településen, de
örvendetes tény az, hogy mostanáig 41 önkormányzat és a megyei tanács tag ennek a vidékfejlesztési egyesületnek, és most 4 nagy település jelentkezett és adta be a felvételi kérését, Parajd, Csíkszentdomokos, Siménfalva és Alfalu. Tehát ezek, akkor bővül az egyesület. Bővül az egyesület, és nem csak számbelileg, tehát így, hogy most már a 42 helyett 46 önkormányzat lesz a tagja, hanem ez a 4 polgármesteri hivatal a legnépesebb község, ha úgy vesszük a megyébe, ilyen 6000 körüli lakossággal rendelkezik mind a 4 önkormányzat. Tehát ez azt jelenti, hogy ragaszkodnak, mert az önkormányzatokat is már meglátták, ugye a vidékfejlesztési egyesület statutumában benne van, és szigorúan be is tartsuk, hogy ahonnan az önkormányzat nem tagja a vidékfejlesztési egyesületnek, onnan nem pályázhat senki ide hozzánk. Ez normális. Logikus is. Igen, én is annak tartom, ha nem tettél, akkor ne várjad. Igazgató úr, nem nagyon marad időnk a programokra, de arról azért egy kicsit beszéljünk, hogy mivel hogy megszűnt az Agrárkamara, ugye átkerült, átrendeződött a székelyvásárok, a székelytermék, stb. Veszélyben van-e a székelytermék mozgalom, illetve a vásárok szervezése? Szerintem nincs veszélyben, mert a megyei önkormányzat helyesen döntött, amikor létrehozott a megyei tanács keretében egy fejlesztési ügynökséget, akik tovább fogják vinni a vásárok szervezését. Ezen kívül a vidékfejlesztési egyesület, tehát a mi egyesületünknek a programjában is, ugye itt megjegyeztem, hogy a székelytermékek promoválása, az egészséges táplálkozástól elkezdve, ugye minden arról szól, hogy a székelyterméket minél jobban promováljuk, és ezért próbálunk tenni. Költségvetésünkben összeget is különítettünk el erre célra, és legalábbis én úgy érzem, hogy nekem ott van a szívem csücskén ez a székelytermék, és a fiatalokat is, akik a vidék vagy a fejlesztési ügynökségen vannak, indulásból segítettük, meg állandóan a kérdéseikkel, amikor jönnek, vagy bármivel próbáljuk segíteni eddig is, és ezután is, amikor csak valamivel elakadnak, akkor próbáljuk segíteni. Befejezésként 2 szót azért még arról is, hogy a székelytermék iránt ugyanolyan-e az érdeklődés, van-e kereslet, hogy úgy mondjam, a védjegy iránt, vagy csökkent? Nem csökkent, most is elbírálás jövő héten lesz, a 4-5 termelőnek van beadva a kérelme, a dosszié le van téve, és mindig évente ugye 10-12 termelővel növekedik ezeknek a száma. Persze hely még van, de nem szeretnénk azt sem, hogy nagyon felhíguljon, tehát tovább kellene lépjünk, itt ne halljunk meg a székelyterméknél, a védjegynél, hanem én szeretném, még nem is említettem a szűkebb környezetemben sem, hogy létre kellene hozzunk megyeszinten egy székelytermék nagy díjat, ugye, ami arról szólna, hogy az igazán prémium termékek, akár tájtermék, hústermék, befőttek meg egyebek, azokat minden évben a bizottság bírálja el, és működjön egy ilyen székelytermék nagy díj, ami persze pénzzel is járna, és presztist is jelent a piacon is, ugye, mert azért azt megtapasztalták a székelytermékesek is, és büszkén felvállalják a védjegyet, a székelytermék védjegyet. Nem beszélve arról, hogyha székelytermék nagydíjasok lesznek valakik. Adja Isten, így legyen. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok. Köszönöm én is. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Jövő héten újabb aktuálissal jelentkezünk. Viszontlátásra.